Tehát látjátok, két képet kell nekünk az emberek elé állítanunk a názerti Jézus Krisztusról. Az első, a keresztre megfeszített mesiást kell hirdetnünk. Másodszor, a mesiást, mint Isten erejét és Isten bölcsességét kell hirdetnünk, a, különösen a hívők előtt. Most nézzük meg az elsőt, hogy mit is jelent a, a mesiást hirdetni, mint megfeszítettet, mint keresztre feszített mesiást, amelyről mondja Isten igéje, hogy ez botrány, majd, mert a mesiást miért lehet megfeszíteni? A miért tudták megfeszíteni? Ez botrány a kedves barátaink körében, de hát erről beszél a mi bibliai értelmezésünk szerint, és ugye azért mondom ezt, mert hiszük, hogy az Izajás 53-at helyesen értelmezzük. És ott van az a áldott Dániel, profétának a könyve, amely világosá tette, hogy a mesiás kiirtatik, tehát el mindenképpen erőszakos halállal fog meghalni, senki ilyen nem lesz, de hát azért ne aggódjunk érte, mert a végén azért, bepecsételtetik a bűn, és a szentek szentjének a világossága fel fog ragyogni, és nyilvánvalóvá lesz, hogy az a mesiás, aki egyszer egy konkrét történelmi időben és történelmi helyen erőszakos halált szenvedett. Ő pedig nem más, a mi hitünk szerint, mint? Mondjátok a nevét ki! Aj, de gyengén mondjátok! És nem bátran. Teg Tegnap azt látom egy gyűlésen, hogy a miniszterelnöknek a nevét milyen hangosan kiabálták, mert tévén néztem, hogy Viktor, Viktor, hát legalább olyan hangerővel kiáltsátok Jézus Krisztust, mert ez a név még eh, eh, minden ember nevénél, még a Viktor névnél is, német Sándor névnél is nagyobb név. Tehát ki Így van. nem kell félni, Jézus Krisztus nevét meg kell vallani. Tehát két, dolgokra, két nagyon fontos igazságra kell figyelni mindig, amikor a keresztre feszített mesiásról van szó. Az egyik a helytesítési áldozat jellegét kell látni a megfeszítésnek, a másik jellege a megfeszítésnek pedig az engesztelés. Mit jelent a helyettesítő jellegű áldozat. Azt jelenti, hogy a, a mesiás, akit keresztre feszítettek, a te helyedre lépett. Tehát ő oda lépett, ahol neked kellett volna lenned, illetve nekem is. Ott kellett volna lennem. De nem kell ott lennem. Miért nem? Mert valaki a helyemre lépett. Ez az első hogy a helyemre lépett a mesiás. És éppen ezért nem kell nekem azt elszenvednem, természetesen ennek az a feltétele, hogy elismerem és elfogadom, hogy ő lépett a helyemre. És miután a második nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, a helyemre lépett, és azért lépett a helyemre, hogy Isten a bűneimet átruházza ő rá. Tehát levegye rólam, és ráhelyezze ő rá. Olyan személyre, aki bűnt nem ismert, és Isten én miattam, meg te miattad bűnösé tette. Mert amikor az áldozatra ráhelyezi, Isten a bűnösnek a bűneit, akkor az ártatlan áldozat bűnösé lesz. Bebbenetes dolog ez. Ószövetségben ebben megvannak az előképei. A következő fontos a helytesítő áldozatnak, ha már pedig bűnös, akkor nem csak a bűnösnek a helyére kell lépni, hanem a büntetés helyére is kellett lépnie. Mert csak így tudta a helyettesítést betölteni. Ez pedig ugye a kereszten lévő ö, szenvedések, plusz a seolba, a pakolba való leszállás jelenti. Tehát ez a helyettesítésnek a röviden a menete. Dicsőség Istennek, hogy ezt kell hirdetni, hogy a názerti Jézus Krisztus helyetted szenvedett, helyedre állt, ahol, ha nem most, majd eljött volna az idő, hogy neked kellett ott volna hájralnod, és rázzúdult volna a bűneid miatt Istennek az ítélete, haragja, de ezt nem akarta Isten, hanem a tulajdon fiát, aki nem ismerte a bűnt, azért, hogy megmentsen tégedet, meg engemet, meg mindannyiunkat, meg a, a tisztelt jobbikos honfitársainkat, az ő bűneiket is, mindannyiunk bűneit a názeti Jézus Krisztusra helyeztem. És azért, hogy rázuduljon Istenek az ítélete haragja. És amikor rázudult Istenek az ítélete haragja a názeti Jézus testére, mert a keresztrefeszítés erről szól, ahogy megvan írva, átkozott, aki a, a fán függ, vagy az Istenek a haragja volt a názet Jézus testén. Ő, ahogy mondtál, ma hallottad, bűnt nem ismert. Ennek ellenére rázúdult Istenek a haragja. Miért zúdult rá Istenek a haragja? Azért, mert a büntetésnek a helyén is, a kivégző helyeden, ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül bíróság ítélt volna el, de a más világon, a földi véle után ez ez, eznek ez, mindenféleképpen minden, minden megváltatlan ember ezt ez számára elkerülhetetlen lett, lett volna. De dicsőség az Úrnak. A názeti Jézus Krisztus a bűneinknek a büntetését is fölvette magára. A büntetésünknek a helyére is e, lépett. Ezért rázudult Istenek a haragja, hogy levegye rólunk Isten nem csak a bűneinket, hanem a büntetésünket is. Dicsőség az ő nevének. É. És ezért a megfeszített, hogy mutatja meg az Istenek a szeretetét, Istenek az irgalmát, Istenek a jóságát az emberek iránt. És ennek alapján tudjuk mondani neked, olyan embereknek, akik még nem békültek meg Istennel, hogy gyere, fogadd el a názerti Jézus Krisztus engesztelő áldozatát. Nézd meg, és lásd meg, és értsd meg, hogy Isten milyen nagy dolgot tett, érted? Holott nem érdemelted meg, te sem, én sem. Ennek ellenére Isten érdem nélkül megadta az ő fiát, názerti Jézus Krisztust, hogy ráhelyezze a bűneinket, hogy a testében fölvigye a bűnt a kivégzésnek a helyére, hogy utána pedig lemenjen a seolba, hogy kiszabadítson bennünket a bűneinkből, a bűnnek a büntetéséből, következményeiből, végül a teljes örök kározatból, dicsőség Istennek. Tehát ezért a megfeszített názárti Jézus Krisztus nyitja meg előttünk Istenek a kegyelmét, Istenek a jóságát, Istenek az irgalmát, ami, ha, az Isten igéje megérinti a szívedet, biztos vagyok benne, hogy el gondolkozni, és érzed, hogy fel szólítva szívedben, lelkedben, hogy e, e megszólításból nem térhetsz ki, válaszolnod kell erre felszólításra, hívásra is egyben, hogy te hogy gondolod ezt? Hagyod, hogy továbbra is hordozza a bűneidet? Hagyod ezeduk után, hogy a bűneid miatt te bűnhödjél? Hagyod, hogy a büntetésnek a teljes végső formája beteljesedjen rajtad? Ó ember, ne légy ilyen esztelen, ne légy az önmagadnak ilyen nagy ellensége, amikor Isten elkészítette számodra a menekülés útját, hogy kiélsz a bűneidből, kiélsz a bűnödnek a büntetéséből, a bűnhődésből, és kiélsz a károsztatásból. Csak egyet kér Isten, hogy ismerd el, hogy Jézus nem a saját bűneim miatt szenvedett, hanem a te bűneid miatt. Én elismertem, hogy az én bűneim miatt szenvedett. És elismerem ma is, ezért tartozok hozzá, ezért ragaszkodok hozzá teljes szívemből, lelkemből, minden erőmből. Persze egy akarati döntés, de kérem Istennel, Istentől, hogy adjon nekem ehhez erőt, hogy ez valóban ne csak fogadalom legyen, hanem egy életté váljon, életművévé váljon.